Tulajdonképpen ez önmagában is egy kellemes ülést és kellemes elhelyezkedést kínál a vízparton, azonban ahhoz, hogy ezt igazán összkomfortossá tegyük, lehet használni különböző láda adaptereket. Mivel ennek a lába 36 mm-es szabványméret, igazából bármilyen márkájú horgászládához gyártott adapter, illetve kiegészítő használható. Hogy hogyan? Ezt fogom most bemutatni. A horgászhely kiválasztás akkor érdemes azért figyelembe venni, hogy könnyen megközelíthető legyen és könnyen lehessen felállítani a ládát. Itt nekem szerencsém van, hogy egy ilyen kibetonozott placot választottam, de ahol esetleg ilyen lankásabb, füvesebb a rézsű, ott ügyelni kell arra, hogy olyan helyet találjunk, ahol kellően stabilan lehet felállítani a ládánkat. Most ezt én úgy fogom itt felállítani, hogy a hátsó lábak itt ezen a kis peremmel lesznek, annak érdekében, hogy a víz és a láda eleje között még elférjen azért az én lábam is, ami nem pici. Na nézzük, milyen ez így. Tökéletes. És mint látjátok, a combom megközelítően vízszintes, így aztán kényelmes a derekamnak. Nem instabil, a lábam és a víz pereme közt azért van legalább egy 5-10 centi, nehogy beleessek, ha itt nagy akcióba leszek. Jó, kényelmes, jöhetnek az adapterek. Az egyik legfontosabb kiegészítő az az úgynevezett fader arm, vagyis fader kar. Ez azt a célt szolgálja, hogy a botunkat ugye erre tesszük rá, ez az első bot tartó. Ez egy állítható hosszúságú fader kar, nagyon sokféle van egyébként a kínálatban, én ezt használom már régóta, és ugye a 36-os lábra való adapter kényelmesen rámegy, könnyedén. Így beállítom nagyjából, hogy én hogy szeretném a botomat letenni, ez így fog történni, és egyszerűen csak meg kell húzni ezt a csatlakozót, és ez itt stabilan rögzül. Jöhet a hátsó bottartó. Valójában nagyon sokféle hátsó bottartó létezik, ez amit én szeretek, ez egy olyan összvér megoldás, ez egy ernyőtartó, ez pedig egy rakós bottartó adapter. Azért van nekem ilyen megoldás, mert ugye ezt én ide teszem erre a lábra, így. És azért kell nekem ez a magasra emelhető hátsó bottartó, mert hogyha beülök a ládára, akkor én úgy szeretem, hogy ott van ugye a bot eleje, itt van a botnak a vége, ezt ugye lehet még állítani. Ez itt pont elmegy előttem, és ide szépen rá tudom tenni a kezemet a nagyjából az orsóhoz, hogyha kapásom van, gyorsan be tudok vágni. Mint mindenből természetesen etetőtálcából is többféle van a kínálatban. Én egy ilyen szép nagyméretűt használok azért, mert finom szerelékes féder versenyeken is ezt szoktam a ládára tenni, és ez azért olyankor meg szokott telni. Először nyilván az alátámasztót kell ráhelyezni a lábra. Ezt mindenki maga dönti el, hogy melyik oldalon szereti az etetőtálcát. Én ezt itt szoktam meg, úgyhogy most is ide fogom tenni. Így, és olyat érdemes választani, amelynek állítható az a mérete, hogy milyen távol vannak egymástól a láda lábai. Így könnyen lehet ugye bármilyen ládához, vagy akár rotary boxhoz ezt idomítani. Így egyszerűen csak rá kell tenni, ezeket a szorító pofákat szépen meghúzni, és már fent is van a fix, stabil tálca. Hogyha esik, vagy süt a nap, akkor ezt fel lehet húzni, de nem szükséges most. Következő az egy hátsó tálca, amelynek a használata tulajdonképpen nem is kötelező, én azért szeretem, mert hogyha hátam mögé teszek valamit, akár ivóvizet, akár egy szendvicset, akár az előkedobozt, nem kell a sárból vagy a földről felvennem, hanem egy ilyen szép, vékony kis tálca hátul azt a célt szolgálja, hogy mindent rá tudja pakolni. A legtöbb ilyen adapter már úgy van kialakítva, hogy nem kell a láda, ezt a rotary box lábára rácsúsztatni, hanem kicsavarva ezt a csavart, rá lehet oldalról is pattintani, pont azért, hogy az ilyen esetekben ne kelljen már szétszedni az egész felépítményt, hanem szépen ide ezt benyomom, ez rápattan a rotary boxnak a lábára, a csavart a helyére visszateszem, és a másik lábra, ami szabadon van, egész nyugodtan rá lehet ezt csúsztatni, és már meg is van a megoldás, és használhatom a kedvenc tálcámat,
akár ezzel a rotary boxsal is. Így háttámlát vissza lehet nyitni, és tulajdonképpen kész is van. Mindenre van megoldás. Tudom, hogy vannak olyanok, akik horgászversenyen is szeretnék használni ezt a rotary boxot, úgyhogy nyilvánvaló, hogy megmutatom, hogyan lehet haltartót rászerelni. Első lépés, hogy ki kell venni a vízhatlan táskából a szákot, majd érdemes egy olyan adaptert választani, szágtartó adaptert, ami kellően hosszú, ugyanis itt nincsen lábrács, ha lenne lábrács, akkor egy lenne rövidebb is, de nincsen lábrács, azért kell egy ilyen hosszú átvezető, ami nagyjából a víz fölé fogja vezetni a szágnak a bejáratát. Ugye bele kell tekerni a szabványmenetet szépen, és mivel ott nekem már a jobb első lábon van egy hátsó bottartó adapter, ezért én most ezt úgy fogom rátenni, hogy kinyitom ezt a pofát, és szépen oldalról rácsúsztatom a lábra, élő zsák mehet a vízbe, és ezt szépen kinyitom, így, itt összezár, alul rászorít, és mint látjátok, így a víz fölé ér ez a haltartó, úgyhogy ha verseny lenne, és bele kéne tennem a halat, akkor szerencsétlen, ha nem itt a betonon, vagy a földön pattogva csúszik bele a vízbe, hanem egyből tudom beletenni a vízbe. Bár nem minden nap használatos ládakiegészítő az ernyő és az ernyőtartóvas, de úgy gondolom, hogy mindenképp a legfontosabb, ugyanis mind nap ellen, mind eső ellen kell, hogy legyen az embernek egy jó horgászernyője, mert higgyétek el, hogy ilyen helyzetekben, amikor szükség van rá, akkor bizony nagy kincs tud lenni. Ezt az adaptert célszerű valamelyik lábra illeszteni. Nagyon fontos kikötés, hogy ernyő alól is meg kell tanulni horgászni. Ez nem úgy működik, hogy hambe kaplak és tudok ernyővel pecázni. Ki kell tapasztalni, hogy neked mi esik kézre, hogy hová kerüljön az ernyő. Én de szoktam tenni a tálcához, és így, hogyha fel van téve és kicsit meg van billentve jobbra, tudok alóla akár dobni is. Itt az ernyő. Most kinyitom. Így. És egész egyszerűen ebbe az ernyőtartóba kell belecsúsztatni. Így. És ott lent meghúzni a csavart, és tulajdonképpen így van egy eső és napfénymentes horgászállásunk, amely kényelmes, biztonságos, kellő védelmet ad a csalinak, és az ernyő által nekünk is. Most ezt mindjárt leveszem innen, mert hát nyilván ebben a pillanatban nincs rá szükség, de így néz ki kompletten felszerelve a rotary box. Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ezek a kiegészítők, amelyeket most én bemutattam, nem kell ezekhez alkalmazkodni, vagy ezekhez kötődni, ugyanis minden olyan láda adapter, ami 36-os lábra van szerkesztve, az jó ehhez a ládához, így aztán mindenki testre szabhatja saját magának a rotary boxját úgy, hogy egy ilyen komfortos horgászállást tudjon kialakítani. Ha már ilyen szépen felállítottam ezt a vízi színpadot, mindenképpen horgázom is egyen. Úgyhogy hozom a botot, és az eredeti anyagot. Remélem, hogy nektek is megtetszett az új generációs Rotary Box. Hogyha esetleg bizalmat szavaztok neki, akkor egy nagyon izgalmas időszak lesz az, míg megtaláljátok azokat a kiegészítőket és adaptereket, amelyekkel ti is testre szabhatjátok ezt, és egy ilyen összkomfortos horgászállást tudtok majd segítségükkel kialakítani. Úgyhogy hajrá, próbáljátok ki, szabjátok testre, és horgászatok jókat róla. Ezt szeretem, mikor egy centit se kell mozdulni, és a kapásra gyorsan tudok reagálni, bevágni, és tulajdonképpen a halfárasztást is így ülve lehet elvégezni. Nem is olyan pici ez. Ez az! Amikor a botot ide lehet támasztani, és szépen kivonzolni a potyót. Így. Horog szájszélbe, ahogy kell. És hogyha versenyen lennék,
csak ennyi lenne, hogy beleteszem a hálóba, de mivel nem versenyen vagyok, ezért visszateszem. Fogjatok ti is ilyen szép pontyokat Rotary Boxról, gyönyörű szép színekben pompázó hal. Nagyon szép hal. Na menjél vissza!